Hölgyeim és uraim, a Triangle! Köszönjük szépen nekik, hogy felborzolták itt a kedélyeket a vasárnap délelőtt. És persze, ma is rengeteg programunk lesz a Mondókonon. Ezekből mondunk el néhány nagyon fontos információt Viktorral, és aztán pedig lehet tovább bulizni. Igen, köszönjük a zenekarnak, hogy eszembe jutották, hogy minden kedvenc zenészem meghalt. És hogy pótolhatatlanok, de amúgy frankók voltak, nagyon a jammelés a végén is nagyon tetszett. Szóval te azt tervezted, hogy ezzel fogod kezdeni ezt a Nem, csak eszembe jutott most, hogy így elmondtad. Tehát van két cosplay versenyünk, az egyik a CCC, a mindig lesnem kell, Cosplay Champions Cup, tehát a cosplay bajnokok kupája, ami 15 órától kezdődik, 16 óráig tart, azt követően 16-tól van nekünk a perfünk, ugye? Fordítva, 14-től 15-ig, 15-től 16-ig. A malőröket már gondolom megszoktátok tőlem, és akkor ezt követően zenei programok következnek, ami DV-nek. Nem zenei programok, hiszen igen. Nem tudom, mondtad-e, hogy a performance zsűriben lesz egy különleges szereplő. Igen? Mondtad? Csak nem figyeltem. Nem. Nem mondtad. Hiszen ugye lesz nekünk egy fanszinkron versenyünk, és lesz olyan vendégünk itt a fanszinkron versenyen, aki maga is szinkron színész, ő Cettő Roland, és ő egyébként a cosplay performance-ot fogja zsűrizni még, ami egy külön érdekesség. És egyébként mellette Szabó Luca lesz még a vendégünk, tehát déltől itt a nagy színpadon fanszinkron verseny, utána pedig beszélgetünk a szinkron színészekkel. Aztán jövünk mi. Igen, Frank. Mirait elmondod? Vagy sorba haladunk? Igen, zenei programok tekintetében, amit szerettél volna, hogy elmondjak, hogy természetesen ma is rengeteg programunk van, ami zenei. Itt a nagy színpadon különösen fontos lesz az, hogy K-pop Random Dance lesz, pontosan a szinkronos beszélgetés után, ez 13 óra 30, és annyit hadd mondjak el, hogy lesz emellett egy különleges fellépő is, még a Random Dance előtt, ami köthető valamelyest a cosplayhez is, illetve a K-pophoz is, úgyhogy érdemes lesz eljönni. Ezen kívül pedig természetesen lesz, ahogy megígértük, filmvetítés. A Mondo és a Mozinet jó voltából délután itt megnézhetitek a Mirály Lány a Jövőből című anime mozit, ha mondhatjuk így. Így van, Manga Fan pultjánál még mindig akciók vannak, úgyhogy látogassátok bőveni szorgalommal. Amit még el kell mondanunk, az a Happy Sushi. Dél... Mondjam? Mondja nyugodtan. Ő itt a K-ban a második emeleten van, ott is Mondó akció van, úgyhogy nyugodtan ott is fosszátok ki, sushival meg mindenféle finomsággal várnak titeket. Azt követően pedig alkoholfogyasztás még mindig. Ahogy itt kint az úriember megjegyezte egy dojinsines felsőben, ez egy gyerekbarát rendezvény, úgyhogy nagyon jó volt. Például délelőtt gyerekteát ittam. Ja, hát annyira komolyan veszem ezt a... Közben neki egy sör volt a kezében. Ezt a family friendly. Igen, fejezd be a mondatot, jó, ha már itt vagy. Továbbra az infópultnál mindent lehet, ami szemszájnak ingere. Nem, a talált tárgyakat, tegnap találtunk már egy sétabotot, meg egy napszemüveget, így a kombináció eléggé érdekes volt. Egyéb extrém dolgot nem, pedig nagyon, nagyon előszeretettel szoktuk megnézni a személyiket és a rajta szereplő fényképeket. Hogyha bármi baj van, akkor keressetek minket, vagy keressétek a szekusokat, vagy pedig az egyik staffos. A börtönőröket. Dehogy is. Hát security guy-ok. És basszer. Nem. Őket bátran lehet faggatni mindenféle kérdésekkel. Mi azt szoktuk, hogy kiengedsz-e, hogy aztán visszajöhessünk. Arra azt szoktam mondani, hogy és akkor tudjuk, hogy valószínűleg nem. Vannak ilyen nemzetközi jelek. Mi van még? Találtárgyak, ATM-hez ki lehet menni, ott hátul már kicsit veszélyes, mert ott is ezt fogjátok hallani, hogy hello, hello, hello. Az azt jelenti, így jelnyelvvel elmutogatom, hogy állj meg. Csak a szókincsük az annyira nem fejlődött ki. Ezen kívül... De természetesen ők azért felelnek, hogy mindenki biztonságban legyen itt a Mondókonon, és ez szerintem a legfontosabb dolog. No, ezen kívül pedig itt ezekben a percekben, 11 órától szinte mindenhol elkezdődnek a programok a Mondókon területén. Például a kis színpadon a japán mitológiáról és a folkrólról lesz egy előadás. 11 órától rohamosztagos kiképzés van a Kun Arénában például, 11.30-tól pedig ismét megnézhetitek a pankrációt. Itt a nagy színpadon pedig a következő percekben
ahogy már gondolom, jól tudjátok és sejtitek, AMV Mortal Kombat jön. Úgyhogy mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk a Mondókon vasárnapi napjához is. Köszönjük, sziasztok!